folytatjuk a lábhosszivattyúval megkezdett kísérleteinket. Most a hang terjedését fogjuk vizsgálni. Tudjuk, hogy a hang egy mechanikai hullám, amely terjedéséhez valamilyen közegre van szükség, a reggel pedig közelében terjed a hang, az a levegő. Szükség lesz egy hangkeltő eszközre, erre egy csengét használunk, ezt a vákumharanggal elhelyezzük, összekötjük a elektronos csatlakozókat, majd a szivattya bekapcsolása előtt rátesszük a harangot úgy, hogy a csengő semmiképpen se érje hozzá a harang falához, mert akkor az üveget rezgésbe hozva a hang kijut a közénk, anélkül, hogy a rigyított levegőben majd. Először nézzük meg, hogy normál légkörű nyomás mellett milyen hangot is ad ki a csengő a harang alatt. Próbáljuk ezt a hangerőt megjegyezni, és kapcsoljuk be a vákumszivattyút. Várnunk kell egy kicsit, amíg a szivattyú kellő mennyiségű levegőt kiszív a csengő körül, és utána megfigyeljük a jelenség. Most, hogy rikított levegő alakult ki a harang alatt, bekapcsolom ismételten a csengőt. Látszik, hogy a csengő rezeg és meg is üti a fémharangot, de ennek a hangját nem hallhatjuk, hiszen nincsen a harang alatt levegő, amiben ezek a mechanikai hullámok terjedhetnének. Egy apró pici vibrációt és ezzel együtt járó hangot hallani, de az abból a rezgésből származik, amit az asztal lapján keresztül érzékelünk, és utána ezt hallunk a köztünk lévő levegő által. Ennyi. Most beengedjük a levegőt a harangba, és figyeljük meg a csengő hangját. Hallható, hogy az eredeti hangon kezd el ismételten szólni a csengő, bejutott a levegő, van közeg, amiben a hullámok terjedhetnek, halljuk a hangot. Közeli felvételen látszik, hogy a csengő az rezeg, a tompa hang esetleg, ami érzékelhető, az pusztán a vibrációból származik, ami az asztalon keresztül tovább tud terjedni. Ebben a ritkított levegővel teli üvegharangban a hang nem tud terjedni, nincsen közeg, amiben mint hullám tovább tud jutni. Ezzel a vákumharanggal és vákumszivattyúval még megnézzünk egy kísérletet, egy érdekes történelmi kísérlet lesz ez. Maradjatok velünk, és kísérjetek azt is így.